Asszociatív tömbök összetett adatokkal. Ha a value tulajdonság hivatkozás típusú, például halmaz, lista vagy más hasonló kollekció, akkor könnyű a dolgunk. A változó ugyanis csak egy hivatkozást tartalmaz az adott kollekcióra, amelynek a segítségével közvetlenül elérhetjük a memóriában. Módosíthatjuk az adatokat, hozzáadhatunk vagy törölhetünk elemeket. Tároljuk például egy programozási verseny résztvevői által választott nyelveket és a résztvevők nevét. Ehhez szótár adatszerkezetet választunk, melynek a kulcsa a programozási nyelv megnevezése, értéke pedig egy olyan halmaz, amelyben összegyűjtjük a versenyzőket. Mivel minden versenyző egyetlen nyelvet választ, a neveket halmazokban tárolhatjuk. Mint említettem, a szótár value tulajdonsága csak egy hivatkozást tartalmaz a memóriának arra a helyére, ahol a halmaz található. Amikor programunkban módosítani szeretnénk egy szótárelem value tulajdonságát, a hozzátartozó halmazt, akkor a kifejezésben csak a hivatkozást kapjuk meg. Ennek a segítségével tetszőleges műveleteket végezhetünk a halmazzal. Nem a szótárelemet módosítjuk tehát, hanem az általa mutatott objektumot. Példaként oldjuk meg a Nemes Tihamér programozási verseny 1999-2000. Tanévi második fordulójában az első korcsoport harmadik feladatát. Nyisd meg a Nemes Inf LTHU weblapot, majd kattints az archívum gombra. Keresd meg az 1999-2000-es tanévi feladatokat, és töltsd le a második fordulóból az első korcsoport megoldási és értékelési útmutatóját. Megnyitom a fájlt, majd megkeresem a harmadik programozási verseny feladatot. Most hagyok egy kis időt, hogy elolvasd. A megoldáshoz hozzunk létre egy új verseny nevű konzol alkalmazást. A forráskód elején importáljuk a konzol objektumosztályt. Ahogy megbeszéltük, az adatokat egy szótárban fogjuk tárolni, melynek kulcsa a programozási nyelv megnevezése, value tulajdonsága pedig a versenyzők nevét tartalmazó halmaz. Bár a feladat nem írta elő, a versenyzőket ABC rendben szeretnénk listázni, ezért rendezett halmazt választunk. A versenyzők számát N-nel jelöljük. A beolvasáshoz és a szótár feltöltéséhez deklarálunk néhány segédváltozót. A név és a választott nyelv string típusúak, a versenyzők pedig rendezett halmaz. Itt csak a hivatkozást tartalmazó változót deklaráljuk, a halmazokat, majd az egyes versenyzők adatainak a beolvasásánál a ciklusban hozzuk létre. Az első sorban a versenyzők száma szerepel. Következik a ciklus, beolvassuk a versenyző nevét, majd a választott nyelvet. Ezek külön sorban helyezkednek el, ezért nincs szükségünk a split metódusra. Most megvizsgáljuk, hogy a választott nyelv szerepele már a nyelvek szótárban. Ha nem, akkor hozzáadjuk az egyelőre üres halmazzal együtt. Ahogy említettem, ügyeljünk arra, hogy a halmazt a cikluson belül hozzuk létre, különben minden egyes nyelvnél ugyanabba az egyetlen halmazba gyűjtjük a versenyzőket. Megjegyzem, a versenyzők változóra nem lett volna szükség, a new operátort közvetlenül beírhattuk volna az add metódus argumentumai közé. Akár most adtuk hozzá, akár már tartalmazta, ezek után a nyelvek szótárban már szerepel az aktuális nyelv, a value tulajdonságához, amire a választott nyelv megjelölésével, mint indexel hivatkozunk, hozzáadjuk a versenyző nevét. Ez a tulajdonság ugyanis egy halmaz, és amint megbeszéltük, a hivatkozás típus miatt közvetlenül elérjük. Az alkalmasan választott adatszerkezet miatt gyakorlatilag megoldottuk a feladatot. Alig egy-két sor van hátra. A választott nyelvek számát egyszerűen a nyelvek szótár count tulajdonsága adja meg. Az egyes nyelveket választó versenyzők számát pedig a szótár elemek value tulajdonságának, ami ugye egy halmaz, szintén a count tulajdonsága jelzi. Felírunk tehát egy ciklust a nyelvek szótár elemeire, az elemek itt kulcs érték párok, és minden egyes elemnél kiírjuk a kulcsot, azaz a programozási nyelv megnevezését, illetve a value tulajdonság az adott nyelvet választó versenyzők halmazának az elemszámát.
Mivel ezek egy sorban helyezkedni kell, a ciklus után ne feledkezzünk meg a soremelésről. Végül az egyes nyelveket választó versenyzők felsorolásánál a halmazoknak nem az elemszámát, hanem az elemeit kell kiírni. Ismét felírunk egy ciklust a nyelvek szótár elemeire, minden egyes nyelv esetén megjelenítjük a programozási nyelv megnevezését, majd a value tulajdonságára, mint halmazra, egy újabb iterátoros ciklussal kiírjuk az elemet, azaz a versenyző nevét. Ügyeljünk a WriteLine utasítás elhelyezésére, a belső ciklus után következik, egy-egy sorban az adott nyelvet választó versenyzők nevét adtuk meg. Következik a program tesztelése. Kijelöljük a példában szereplő adatokat, majd a Ctrl-C-vel átmásolom a vágólapra. A program bin debug mappájában létrehozunk egy új szövegfájlt, amit be.txt néven mentünk el. Dupla kattintással megnyitom, majd Ctrl-V-vel bemásolom az adatokat. Ügyelj arra, hogy az utolsó sor végén is legyen Enter. A mentés után visszatérek a Visual Studiohoz, és beállítom a konzol átirányítását. Remélem, nem felejted el kikapcsolni a Visual Studio felügyeletét. Következik a program futtatása, majd az eredmény ellenőrzése. Megnyitom a debug mappában a ki fájlt, hasonlítsuk össze a feladat szövegében megadott eredménnyel. Örömmel látom, hogy megegyeznek. A felsorolásban a versenyzők neve után elhagytuk a vesszőt, ez megfelel a versenyeken újabban alkalmazott specifikációnak. A versenyfeladatok archívumából letöltött javítási útmutató több tesztadatot is tartalmaz. Ezekre is feltétlenül ellenőrizd a megoldásodat. Bár a feladatot hibátlanul megoldottuk, valamire fel kell hívnom a figyelmed. A beolvasás után írjuk ki például az első olyan diák nevét, aki a Pascal nyelvet választotta. Ezt egy üzenetablakkal tesszük meg. A szótár Pascal kulcsú elemének value tulajdonságából, tehát egy halmazból megjelenítjük az első nevet. Annak a relációnak a logikai értékét is kiírjuk, amely megvizsgálja, hogy ő Kis Pétere. Ügyelj arra, hogy a relációt itt a műveletek precedenciája miatt zárójelbe kell tenni. Futtassuk a programot. Mint látjuk, az ékezetes karaktert hibásan olvasta be a fájlból, ezért a reláció értéke hamis. Ennek az az oka, hogy a Visual Basic UTF-8 kódolású fájlt vár, a jegyzettömb azonban alapértelmezés szerint ENSI kódolással menti a szövegfájlt. Erről meggyőződhetünk, ha megnyitjuk, és a mentés másként parancsot választjuk. A két kódrendszer többek között az ékezetes magánhangzók kódolásában tér el egymástól. Mivel mi ENSI kódban készítettük el a szövegfájlt, és ugyancsak ENSI kódot feltételezve nyitottuk meg az eredményeket tartalmazó fájlt, ez a hiba nem jelentkezett. Ha azonban a programban meg kell vizsgálni a szövegfájl karaktereit, amelyek között ékezetes magánhangzókat is találunk, akkor már be kell állítanunk a megfelelő kódolást. Ezt, mint tanultuk, a program elején a konzol input encoding, illetve output encoding tulajdonságával adhatjuk meg. A default itt a Windows alapértelmezett kódolására, azaz az ENSI kódra utal. Ha nem adjuk meg, akkor a Visual Basic UTF-8 kódban értelmezi a beolvasott adatokat, és ugyancsak UTF-8 kódban készíti el a kimenő fájlt. Mivel a versenyen általában ENSI kódot használnak, ékezetes karakterek előfordulása esetén ügyelj a kódolás beállítására. Ha most futtatjuk a programot, akkor már helyes karakter és igaz logikai érték jelenik meg.